Kalocsai Szó- és Képantológia sorozat negyedik kötete jelent meg december 2-án. A helyi és környékbeli alkotók műveit csokorba gyűjtő kiadvány népszerűsége töretlen, melynek titkáról a kötet szerkesztőjét, Németh Sándort kérdeztük. Gondolom, hogy a természetessége, mert nagyon sokakban benne van, hogy jó lenne valahol a köz elé lépni. És ez a természetes igény itt kielégítése talált. Talán a civilsége is előny, nincsen anyagi érdekeltség, nincs érvényesülési érdekeltség mögötte, és ide mindenki szívesen jön, mert megpróbálja magát. Talán ez az egyik magyarázata. Talán még az is, hogy ismerjük egymást. Kalocsa nem nagyváros, könnyen akad olyan, hogy ja, te vagy az, hát gyere, mondd el a versedet. Talán ezek az okai. A kiadvány számtalan képzőművészeti alkotást, festményt, szobrot, grafikát, valamint írásművet vonultat fel. De nem csak a könyvben szereplő művek gyűjteménye mozog ilyen színes és széles skálán, hanem az alkotók köre is, hiszen a fiataltól egészen az idős korosztályig mindenki képviselteti magát benne, valamint vannak visszatérő szereplői is az antológiának. Annyira nem nagy a merítési lehetőség, hogy a régiek kidobódhatnának. Mindig az előző évhez képest nagyobbik rész az, aki már szerepelt, és akkor mindig jön hozzá újabb hányad. Most egész pontosan 2/3, 1/3 az arány az idén. De korábban is mindig volt új arc is, de a régiek voltak kicsit többen egy-egy kötetben. Németh Sándortól megtudtuk azt is, hogy ez az új negyedik rész némileg eltér a korábbi három kötettől. Korábban úgy volt, hogy egy szerző, és minden műve, ami belekerült, az ott egy tömbbe volt. A képek is kettő vagy három festmény vagy szobor egy szerzőtől, és utána jött egy másik szereplő, másik ember. Most a szerkesztőnk, a tördelő szerkesztőnk azt találta ki, azt tartotta célszerűnek, hogy abszolút vegyítve a szerzőt, a képet, a szöveget, és egy-egy szerző, mondjuk, akinek 5 műve van benne, 5 helyen szerepel a legkülönbözőbb helyeken. Így egy kicsit tréfásan azt mondta, rákényszerülnek legalább, hogy elolvassák a másik oldalakat is, nem csak saját magukat, vagy a fiúkét, meg a ismerősükét. A kiadványról további részleteket tudhatnak meg a december 13-ai múzsából, amelyben majd a bemutató ünnepségről készült összeállításunkat is láthatják.